Köszöntöm kedves nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Általában minden település rendelkezik írott forrásokkal a régmúltból, bátaszékkel sincs ez másképp. Mai beszélgető partnerem Sági Lajosné, aki segít nekem bemutatni bátaszék történetét. Üdvözöllek, Ica, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgessünk kicsit bátaszék történetéről. Látom itt ezt a három szép kötetet. Miről szólnak ezek? Hát a Bátaszék története, ugye, ahogy említettük is, a kezdetektől elvileg 1962-ig. Látnánk egyben egy sorozatot, hogyha nem lenne nekünk itt egy hiányzó kötetünk. Ugyanis a négy kötetesre tervezett Bátaszék történetből egy kötet sajnos még mindig nincs készen. Annyira, hogy legjobb tudomásunk szerint egyáltalán nem is foglalkozik vele senki, tehát nincs adatgyűjtés, nem készül a monográfia. Viszont ezek a megjelent kötetek egy picit érdekességet is mutatnak, mert időrendben az utolsó, tehát 1944-től 62-ig ez jelent meg elsőként, és úgy mentünk visszafelé. Most ennek a könyvnek az az igazán nagy jelentősége, hogy ugye mindenféle forrásmunkát felhasználva a kutatók arra törekedtek, hogy teljességében bemutassák Bátaszéknek a kezdetektől fogva 1962-ig a történetét. Ez viszont nekünk, könyvtárosoknak egy hatalmas nagy kincs, mert ugye sokszor érkeznek felénk olyan felkérések, hogy Bátaszék történetéből például az adott korszakban milyen ö, ö, események történtek, ö, nagyon érdekes, például ugye kint van előttünk a romkertbe egy zászló, ami mai napi kérdéses, hogy például országzászló e vagy sem. Ennek még mindig nem találtuk meg a forrását. Ugye nyilván sokszor hagyatkozunk ezekre a könyvekre, és a benne megjelölt forrásmunkákat is használjuk, de nagyon fontos, hogy kellene nekünk ez a hiányzó kötet. Nincs. Honnan lehetne ezeknek, ennek a nyomára bukni? Nyilván levéltárban, tehát hogyha volna egy olyan kutatónk, akinek volna annyi ideje. Vannak azért amatőr, és ezt a legjobb értelemben mondom, amatőr helytörténéseink, akik a legnagyobb lelkesedéssel a régi újságokat előkeresik. Sőt, aki teheti, talán még levéltárba is elmegy, de ez hatalmas, nagy munka, tehát itt azért közel 300 évet kellene áttölelni. És nagyon fontos, hogy teljes részletességgel, hitelesen és forrás megjelöléssel nyilván, mert ugye annélkül nem fogunk tudni akkor, tehát megkérdőjelezhető a hitelessége. Viszont ez nekünk hiányzik. Van más anyagunk, ahonnan utána tudunk nézni, de az sem bővelkedik információkban, tehát erre kötetlenekünk mindenképp szükségünk lenne. Milyen fontos információk tudhatok meg a meglévő kötetekből? A meglévő kötetekben benne van a társadalom szerkezete, a falunak a fejlődése, hogy például ugye tudjuk, hogy volt mezőváros, a, a történelme, kik lakták, a népességarány, milyen foglalkozások, nagyon érdekes például a foglalkozások számomra, amikor valamit kellett keresnem, mindig az volt a legérdekesebb, hogy például egy adott évtizedben Bátaszéken hány különböző foglalkozást űztek az emberek, hogy volt kádár, mondjuk tíz kádár. Aztán volt kocsmáros, a kesztyűkészítőtől kezdve a túti kötön keresztül, tett ezek a ré... és érdekes, mert ugye információt ad arról, hogy mik azok a régi mesterségek, amikről viszont ma már nem is igazán tudunk. Itt viszont tapasztaljuk, hogy léteztek, éltek, akik művelték, és ugye ezek már nem maradtak fent, nekünk már csak valóban itt van meg nyomokban, de ténylegesen fizikai értelmében ezek ma már nem művelt szakmák, nincsenek, nem léteznek, kihaltak velük együtt. Azt mondom, hogy a világ közepe. Mit jelent ez a bátaszékiek számára? Hát Szány Elimre bácsinak a könyvét, aminek az a cím, hogy a világ közepe. Nagyon különös könyv. Tehát ez a 20. század, főként annak is az első fele. Teljes képet mutat Bárta székről, abból a szempontból, hogy a, a dolgos, egyszerű hétköznapok. A legegyszerűbb történetek a szókimondástól kezdve a, a vicces helyzetekig, viszont kőkeményen benne van egyfajta, hát hogy is mondjam, olyan életérzés, amit csak igazándiból azoknak adatik meg, akik teljes mélységükbe részt tudnak venni egy település életében, nem élnek kritikálva senki felé, egyszerűen csak jelen vannak a hétköznapokban, és azokat megmerik élni, úgy, ahogy az van. És ugye világközepe, Imre bácsi több fejezetet írt, de az egyiknek az a címe, hogy Requiem Dolináért, és ugye akkor most hogy kapcsolódunk az értéktárhoz. Hát a könyvtárban jelen pillanatban ugye látható a dolinai harang, ami a közelmúltban került elő. Imre bácsának van egy novella részlete, aminek a végén aztán a fölteszi, hogy vajon hallja-e még valaki a dolinai harangnak a hangját. Halljuk. Hallottuk. Most már többször megszólaltattuk, reméljük hamarosan már a város lakossága is hallhatja, de én ebből szeretnék most egy részletet felolvasni, mert ez, ezt hallani kell, úgy gondolom. Ez a kötet egyébként tíz évvel ezelőtt került bemutatásra az ünnepi könyvhét alkalmából itt a könyvtárban. Imre bácsi nagyon szerényen ö, nem igazán volt lelkes, így utólag elmondhatjuk, sajnos ő már nem él, mert hogy erre biztos nem lesz senki kíváncsi. A könyvről tudni kell, hogy ezt a családja adta ki, ez egy magánkiadás, már nem is kapható, korlátozott példányszámban, de nekünk megadatott, hogy a könyvet bemutathattuk, Imre bácsit többször vendégül láttuk, egyébként maga a könyv a 94 felvitt bátaszéki értéknek az egyik darabja, tehát ebből a szempontból is érdekes. És ugye Imre bácsi ezzel szembesült is, amikor elvittük a kiállításra, és megmutattuk neki, hogy itt az ő könyve, mert ez bizony az értéknek a része. És akkor következik a felolvasás. A másik dolinai élményem ugyancsak egy illatvaráshoz kötődik. A következő évben szénagyűjtéskor, Takarodáskor dolgoztunk Dolinán, igen, többes számban mondom, dolgoztunk Jóskával. Jóska ugyanis bátaszékiesen mondva a piktor, azaz szobafestő, az volt a tanult mestersége. Apánk szabadította föl, nála volt piktorinas. Előbb a pályániknál festette a szobákat, konyhákat, aztán a volféknál. Én voltam a segéd a festésnél. Szappant faragtam és főztem, néha enyvet is budai földet törtem már amit az akkori technológia megkívánt, nyolc éves gyerek elvégezhetett. De az is előfordult, hogy bátaszékre kellett loholnom a horvát Pista bácsihoz, mert elfogyott a bécsi fehér vagy a párizsi kék. Ez se volt akármi, mert visszafelé meg kellett sietve mászni a meredek és magas Orbánhegyet, meg a még meredekebb, de nem magas középhegyet. És ez időben volt Dolinán a Lucerna és a Rétisén a gyűjtésének, hordásának az ideje. Szinte az egész falu ezen munkálkodott nagy-nagy igyekezettel. Hogy miért kellett úgy sietniük? Ha a Lucerna túlságosan megszáradt, nem maradt szép zöld a színe. Gyűjtéskor, hordáskor az értékes levelek leperettek. De ez az időszak szokott a nyári zivatarok ideje is lenni. Ha aztán mind a Lucerna, mind a Rétisén a renden jól megázott, sok-sok munkával forgatniuk kellett a fa vagy vasvillákkal, hogy valamiképpen tönkre ne menjen. És hát lehetett Dolinát nem megszeretni? Szinte észrevétlenül elsuhantak az évek, évtizedek. Engem, ahogy számos más embert is, idább-odább taszigált a sors. Hol a Dunántúlon, hol az Alföldön találtam magam. Azonban emlékeimben mindig a legkedvesebb helyet foglalta el Szenta, Farkast, a Legelő és az én Dolinám. A rohanó életben azonban nem volt módom ezeket viszont látni, ha csak nem a busz vagy a pécsi, akkor még közlekedő vonatablakából. Mégis az a néhány pillanat, amíg a szeretett helyek, vagy csak azok egy szegletének valamely részét láthattam, ünnepiek voltak. Történt egyszer a 80-as évek elején, hogy hazalátogattam látogattam a búzakalázba. A vezetők igen kedvesen fogadtak s invitáltak, nézzek körül velük a határban, bár a búzaaratáson már túl vannak, de a kukoricák, közöttük a minemesítésű és általunk is föntartott ö, hibridek csodálatos termést ígértek. Hát, mondom, könnyű katártáncba vinni, boldogan megyek veletek. És terepjárón elindultunk a Szentai úton. Utoljára ötvenben jártam errefelé a völgyben, Szentán. Sok minden megváltozott a több mint harminc év alatt, de azért számos szőlőt és tanyát fölismertem. Dobogott a szívem egyre erősebben, mert Centa is igen kedves volt mindig számomra. Aztán élesen, révedezésemből egyszer csak egy helyi földúton érezkedtünk alá. Élesen az agyamban nyilalt, ez Dolina. De hol van Dolina? Mikor a csermel hídjához értünk, meg is kérdeztem a fiúktól, ez Dolina? De hol van Dolina? A válasz, ez Dolina, de nincs Dolina. Áljatok meg! szóltam, és leszálltam a terepjáróról. Menjetek csak tovább, én majd ballagok utánatok. Egy percre megálltam a hidon. Nincs elter Péter emeletes kocsmája, nincs gyümölcsös, nincs fűszeres almaillat, nincs madártal. Még csak egy cseh cigány sem emlékeztet a hajdani kertre, kertekre. A házak eleje végig elplanírozva, még a régi borospincék helye sincs meg. A terepjáról lassikán haladt akár egy gyászkocsi a temetőben, én meg fájó szívvel, ha gyászmenetben lennék, vallaktam utána. Leírni nem tudom, milyen gyászos érzések kavarogtak bennem. Búsultam és gyászoltam Dolinát. Már csak azt írhatom, fájó szívvel búsulom, és vajon Dolina, picin harangocskája, csilingele még valahol, vagy az is oda lett? De meglett a harang. Igen, hál' Istennek előbb. Ezt Imre bácsi Szegeden írta 2008. május 13-án. Nyilván nagyon sok nevet sorol fel, nagyon sok személyt név szerint megemlít, és ebben az az érdekes, hogy ugye az ő leszármazottaik itt élnek velünk. Többek között az a család is meg van említve, akik a harangot megtalálták. És amikor ez a bizonyos könyvemutató volt, akkor euh, az volt a, a szép benne, hogy, hogy, ezek az idős emberek, akik akkor még sajnos közülük sincsenek másokan, akkor ők is mind eljöttek. És azért egy könyvben szerepelni, azért azért úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog. És főként egy olyan könyvben, amely ennyire részletesen leírja azt a bizonyos 20. század. Inkább azt mondom, hogy euh, első felét, egy kicsit átnyúlunk majd ugye a második felébe is, de igazándiból Imre bácsi nem azokról az évekről írt, és ő mindenképp azt szerette volna, hogy ezt a világ közepe érzést, ezt vajon más is így gondolja, vagy így érzés, és, bizony szerintem, aki itt él széken végül is mindenkinek az, és ugye mi mást is ábrázolna a könyvnek a borítója, mint magát a templomot, mert azért azt szerintem minden bátaszéki számára e, egy iránytű. Tehát ha már meglátjuk bárhol kint a határba, hogy ott a templomtorony, akkor hazaértünk. Imre bácsi is így volt ezzel, a koráb vagy a későbbi látogatásai során. És hát, ha világ közepe, akkor az bátaszék. tettük, hogy ez az egyik érték az értéktárban. Milyen egyéb elemek találhatók még? E, nagyon sok szám szerint eddig 94 felvitt értékünk van. Ez 94 tétel, és ebben vannak érdekességek, mert például amikor felállt az értéktár bizottság, és akkor elkezdtük a munkát, ugye hát arra talán mindannyian emlékszünk, hogy a, az alagutak, amikor építették, hát elég nagy országos visszhangot váltott ki, mert hogy bátaszéki alagutak, mindenki itt cikkezett róla, és akkor mondtam, hogy ha bátaszéki alagutak, akkor mi vállaljuk, akkor azok a mi alagutjaink, és akkor így feldolgozásra került, és megyei érték lett belőle például. Aztán a Tűr István, ugye Bajánál van a Dunahíd, viszont azt felkérésre, a megyei értéktárbizottság felkérésére, hogy azt az értéket mi dolgozzuk fel. Például így kötődik ugye hozzánk. És ugye munkásságról beszélünk, mert itt vannak olyan személyek is, akik élő személyek, de más esetében is csak munkásságot vihetünk fel, tehát magát a személyt nem. És akkor ugye megvan egy bizonyos szempont, ami alapján az értékeket ki lehet dolgozni, sőt, ki kell dolgozni, és ennek megfelelően, ugye ezt mindig egy nagy anyaggyűjtés előzi meg. Hát magának a felvitt értéknek a letisztázása, hogy a bizonyos szövegrészben mi kerül bele, ugye ott azért nagyon megfontoltan és hitelesen kell eljárni, ugye ezért is fontos például az előbb említett monográfia, hogy ugye milyen jó, mert az is sok mindenben a segítségünkre volt, és ugye különböző forrásokból tudjuk mi ezeket az anyagokat összeszedni, és akkor itt talán el tudjuk azt is mondani, hogy a Keresztény a Városi Könyvtárnak van olyan helytörténeti gyűjteménye, ami a 90-es évek elejétől az összes népújságban megjelenő cikket például cikkivágat formájában őrzi. Tehát ez nekünk eredeti formában, papír megvan. Hát némelyik már egy kicsit idős, meg megsárgult, de ezeket mi még mindig bármikor vissza tudjuk keresni, mert ezt az anyagot mi a mai napig gyűjtjük. Az országos lapokat ugyanígy végignézzük. Ugye itt, amikor ezt a gyűjtőmunkát végezzük, arra kell gondolni mindig, hogy egy országos napilapnál nyilván nem olyan gyakran fordul elő sajnos az, hogy bátaszékről bármiféle formában írjanak, viszont ugye a témákat tudni kell, hogy milyen téma kapcsán kerülhetünk esetleg szóba egyet -egy cikken belül, még akár csak úgy is, hogy egy, egy mondat erejéig, mert ha már egy mondat ott van, akkor az biztos, hogy mi ki fogjuk onnan venni és félre fogjuk tenni. Viszont korábban, a, korábban azt a 80-as években azért ott még gyakrabban előfordultak. Ugye, akkor az időben még sokkal több Üzeme volt Bátaszéknek, tehát gazdagabb volt ebből a szempontból a, a munkahelykínálata, a kapcsolatai a térséggel a, a régióval, és akkor ugye nyilván az egy gazdagabb információ lehetőség volt az újságok számára is. Ma már ezt nem igazán mondanám, hogy ennyire jelentős, de ugyanígy figyelemmel kísérik, a, tehát napi szinten ezt mi nyomon követjük. Hogyan lehetne azt kivitelezni, hogy akár a bátaszéki emberek, akár az átutazók találkozhassanak ezzel a 94 értékkel? Milyen elképzelés van erre? Elképzelés az van. Szeretnénk mindenképpen egy külső megjelenését ennek, csak a helyszín, a, tehát az ötlet az megvan. Mert hát, ha értékről beszélünk, akkor ez jelenjen meg ilyen téglaformájában Gondoltuk mi, hogy gyönyörű kerámia tégla, és akkor egy kerámia tégla egy értéket képviselne. És csak fent lenne a neve, de szeretnénk ezt kint, itt a városközpontban valahogy olyan módon megjeleníteni, hogy hogy az átutazó, azt mi tudjuk, látjuk napi szinten, hát itt élünk, dolgozunk a város központjába, nagyon sokan megállnak. Tehát a templom olyan nincs, hogy ne állít, nem állítja meg az embereket és bejönnek, érdeklődnek. Tehát nagyon sok átutazónk van. Érdeklődőek az emberek. Nem mindenki indul el otthonról úgy útnak, hogy annak a bizonyos településnek utána néz, hogy ott milyen értéket vagy bármit meg tud -e ugye nézni. Viszont, hogyha lenne nekünk egy ilyen külső megjelenés, az nagyon sokat segítene. Ráadásul úgy gondolom, hogy a maga nemében még egyedülálló is lenne, mert nem igazán van róla a tudomásunk, ugye, hogy bárhol valakinek ilyen lenne bármelyik településnek, viszont 2015-ben az is egy egyedülálló érték volt, hogy létrehoztunk egy kiállító termet pontosan azzal a céllal, hogy ez a 94 érték valami módon jelenje meg. Ugye itt én most olvastam például zeneműről. Hát akkor összeállítottunk egy CD-t. Még CD lejátszott is átvittünk, hogy akik jönnek a kiállítást megnézni, és ők azt szeretnék hallani, akkor azt meg tudják tenni. És minden egyes tételt, ezt a 94 tételt valamilyen formában mi ott megjelentettük. Tehát az ott egyben ott van. Nyilván, hogyha valakinek borászata volt, akkor kaptunk tőle bort. Az a mai napig ott van már, biztos nagyon finom óbor lett belőle ennyi alatt. Aztán például, ugye olvastam receptet, hát lejuttuk a receptet, sőt, volt olyan gasztronómiai est, ahol az egyik résztvevő ezt a receptet lefőzte. Pontosan azért, hogy akkor ne csak beszéljünk róla, hogy nekünk ilyen van, hanem akkor ez jelenjen meg a valóságában is, és akkor aki még nem kóstolta, íme itt az alkalom. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy ha mondjuk kórus találkozó, akkor ott kivittük például az adott plakátot, tehát valami olyat próbáltunk megmutatni, ami egyértelműen azt az egy értéket tudja képviselni. Tehát a ránézek, be tudom azonosítani, hogy ez van. Nyilván a feliratokkal is megjelenítettük. Például a geresdi alagutakat bemutattuk fotókon. Oda volt írva, hogy akkor az... És az alagutakra például mindenki nagyon lelkesen tud reagálni, az valami módon mindenkinek megragadja a fantáziáját, hogy itt vannak az alagutak. Hát az már ugye vitatárgya, vagy nem vitatárgya, de sokan mondják, hogy miért nem úgy hívják, hogy a Hát azért, mert geresné van, és akkor geresdi Pihenő, hát egyértelmű, akkor itt az alagutak. Tehát vannak benne a feldolgozás során egy csomó olyan érdekesség volt valóban, hogy, hogy meg kellett beszélni, hogy akkor azt most az úgy jó-e, nem jó, helyes, nem helyes, viszont amikor ezt a munkát mi elkezdtük, akkor ugye az elsők között sikerült ugye aránylag sok értéket felvinni, most ez, picit ez a munka azért áll, ezt be őszintén. Odáig jutottunk el, hogy megvannak a további ötletek, van egy kisebb adatbázisunk, amiben összegyűjtöttük, hogy mi az, amit feltétlenül még fel kell vinni. És azért itt nagyon fontos, tehát beszéljünk arról, hogy vannak megyei értékeink, országos is, nyilván a romkertünk és a templomunk, de itt az a lényeg, hogy az adott településnek, az ott élőknek, a közösségnek milyen értékek számítanak. Tehát nekünk. Mert helyi szinten nem biztos, hogy például a Homan néni babája az bárki másnak jelent értéket, de nekünk jelent, mert az a néni itt élt, alkotott, nagyon sok felé hívták, annó még élt a megyében, babakiállításra és kevesen foglalkoztak ezzel, amit például ő csinált. Ez is egy érdekesség, hogy ő ezt a gyűjteményt ránk hagyta gondozásba. Tehát neki is kellene egy külön kiállító terem, meg ugye nyilván hatalmas munkát igényelne, hogy magukat, a babákat gyönyörű szépen rendbe tegyük. Ez, ez is egy ránk váró feladat. Még. Tehát itt semmi nincs befejezve, itt minden még folyamatában van, pontosan azért, mert folyamatosan még jönnek elő értékek is mert kértük a segítséget is annak idején a városlakóktól, hogy van, ami elkerül a mi figyelmünket, mert hát miért ne? Meg ugye, ha egyszerre sok információt kapunk, azért annak egy idő után le kell tisztulni, és akkor ugye sorrendet kell állítani. Ez nagyon fontos ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy a felsorolás az nem ö, sorrendet jelent. Tehát itt nincs semmiféle rangsorolás, ez egyszerűen csak ebben az sorrendben kerültek felvitelre. Ennek semmi más jelentősége nincs, de számot meg kellett adni nekik. Bízom benne, hogy ezeket az értékeket minél többen meg fogják ismerni, és egyszer elkészülnek azok a hőnáhított kerámia téglák is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!